Na Csomi, rázlak benneteket, te sokáig űrve csatornánképpen jelentkezik a következő Mad Max gameplay-el. Micsoda bákosan is volt ez ma re? Na, figyeljetek, az a szituáció, hogy kellene csinálnunk ma is valamit. Például szerintem le kéne vinnünk Punkai Territory-nak a dolgát. Nem is tudom, mennyire kell levinni, hogy megkapjam azt az eszközt. Tudjátok, hogy mire gondolok a garázsba. Ezt a kipufogót? Ezt a kipufogót, hogy le tudja, meg tudja, háromra le kell vinni gyerekek, az nem lesz egyszerű. Viszont addig, amíg ugye ez nekem nincs meg, addig vissza kéne szerelnem ezeket a dolgokat a kocsira, mert az lesz vele a probléma, hogy sajnos hiába leszek gyors, de igazából nem leszek védett, úgyhogy addig visszaszereljük. És akkor hármasra le kell vinnünk Pinkeye-t, utána tudunk ugye tovább csapatni. Ez meg még mi, a hatos harpunk kellene nekünk, csak ahhoz le kéne vinni ugye a G-ceket nullára. Ami nagyon nagy szívás. Na jó, mindegy, csapjuk neki gyerekek. Szerintem akkor meg kéne nézni ezeket a... megint ezeket a hőlégbalonokat, az majd nincs nálam üzemanyag, remélem nem fog kelleni hozzá. És itt állandóan jönnek be az a gyerekek, nem hiszem el. De én meg nagyon nem akarok velük összetűzésbe kerülni. Igazából az nekem nem éri meg. Úgyhogy csapjuk neki. Ki volt, ki mondta, hogy haha? Hát ez nagyon messze voltunk mi ahhoz, hogy haha-t halljunk. Úgyhogy nem tudom. Ja, mindent le kéne. Ja, ezéket kéne. Megcsináljuk akkor ezt, hogy fölmegyünk a hőlégballonnal. És utána. Ezeket is le kéne szedni. Csak ezt nem fogom tudni, mi? Hallod, ez nagyon durva. Ó, ezt leengedte, jó. Most én nagyon el voltam gondolkodva. De ezt leengedte, úgyhogy ez mázli. Négyesre levisszük, utána meg kéne próbálni ebbe a részbe meg levinni a hármasra, ugye? Azt akkor az tök jó lenne nekünk. Azt nézem, hogy nem, ugyanaz. Ötös harpununk van és valamelyiket leengedi vele. Úgyhogy az jó. Csak az a baj, ezek nagyon minimálisat visznek le. Ajaj. Aknem ez olyan... Ezért mentem át. Magán nyomtam. És ugye ezek a mesterlövészek, ezek nem azok, amire gondoltok. Hanem azok csak ezt védik. Mondom, azt a követ biztos szétteri az orrával, de nem. Au. Na jó, körülnézünk gyerekek. Hú, basszus. Ketten voltak csak, de... Már furcsa volt ott a harc, nem tudom mi volt, de nem. Azt nézem, hogy ki van pányvázva. De hogy tudom itt kocsival megoldani? Mert látjátok, ki van pányvázva. Itt ezek. Tehát ide valahogy az autóval fel kell jutnom. De ezeket ki tudjam tépkedni. Mert különben nem fogok tudni felrepülni vele. Na. Egyre bonyolítják egyébként ezeket a hőlék ballon cuccokat. Ne legyen olyan egyszerű. Az, egy, megvan. Meg ugye most már valamikor kell vele üzemanyag, valamikor olyan helyen van, hogy tök nem éred el. Lel. Gyerekek, olyan esős idő van, nem? Vagy csak én érzem? Mi van? Ez meg hol van, hallod? Ezek direkt olyan helyen van, hogy ne tud leszedni, ne szórakozz. A buszban van valami láda. Ezt meg kell néznünk, gyerekek.
Jó, így pont meg tudtam lenni. Oké, okay, a buszban volt valami láda. Nézzük meg. Nézzük meg, gyarékek. Itt van a... De ez ilyen szkepes láda, ennek sok... Nagyon nem örülök. Sok értelme nincsen. Nem lesz bent túl sok szkep szerintem. 19, mondjuk 20. Jó, hát az is jó. Oké. Okay. Akkor... Arra nincs szükségünk. Ja, menjünk már. Csináljuk. És hogyha találunk olyat... Ne, ne, ez akkora szívatás, komolyan mondom. És itt nem lesz üzemanyag, figyeld meg. Erről beszéltem, hallod, hogy itt újabban egyre bonyolultabb ez a... És nincs üzemanyag, hallod, nincs üzemanyag. Nincs üzemanyag, viszont ott egy konvoj. Gyerekek, én megpróbálom ezt a konvojt. Megint az van ugye, hogy... Hát, üzemanyagot kell szerezni, hogy rohadj meg! Na vég! Á, mekkora kő, te! Annyi. Ja, megpróbáljuk ezt a konvojt, nem lesz egyszerű szerintem. Azt kéne csinálnom, hogy van nekem egy darab ilyenem. És akkor azzal a főjárművet megurantanám. Ugye meglátjuk. Szerintem iszonyatosan sokan lesznek, úgyhogy veszélyes lesz. Főjárműre megpróbálunk rámenni. Talán valaki mesterlövészkedik is. Ez is elég jól leviszi ezt a pontot. Azért megpróbálkozunk vele. Előre, menjünk, törjünk előre, törjünk előre. Mi van? Újabban így működik? Hallod, ez nem szeri szét a kocsikat. Ez nem elég. A hülye vagy? Rajtam maradt a dárda. De á, gyerekek, ez nagyon kemény ez így. Ezt így nem fogom tudni csinálni. Ez nagyon kemény ez a hely. Ez így nem lesz jó, ez így nem lesz jó, srácok. Ez így nem lesz jó. Ezzel mi nem érünk semmit. Ennek semmi értelme. Hát ugye akkor azt kellene csinálnunk, hogy amit gyakorlatilag már felfedeztünk. Azokat. Például itt van egy izé. Egy olajpumpa. Azokat csináljuk. Na, 4-esre levittük, az jó dolog. Viszont... Viszont ezzel a konvojjal nem sok mindent tudok csinálni. Sokan vannak, meg nehéz is. Ez nem jó ötlet. Na, menjünk. Megyünk, akkor foglalunk el kempeket, az elég jól lesz szokta vinni. Meg hogyha közben találunk bármilyen ilyen tornyot, vagy mesterlövészt, akkor azt leszedjük. Ez a szitu van, gyerekek. Én ott egy torony, azt akkor már megnézem magamnak, úgy beejtjük. Nem olyan nagy kitérő. Nagyszerű. Ilyeneket meg kell csinálni. 3-asra leviszem, akkor mehetek versenyezni. Meg tudom menni ezt a kipufogót. És iszonyatosan sok scrapem lesz addig. Ez a másik.
itt ezt a camp. Hogy mi ez? Igen, itt van a camp, jó. Itt van a camp, itt már van egy... Aha, jó van, oké, okay, jó lesz ez nekünk. Állj, bazzeg. Gyerekek! Ez, most érzem, hogy ez kemény hely lesz. Hú, ez nagyon kemény hely! Nem armik! Ne! Ne 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 ne! Szállja ki a armiből, azt mondja. Gyerekek! Úristen! Jézus Isten, hallod? Csapdába vagyok. Jó, húzzunk innen. Pont a karásban vagyok ugye. Jújjúj. Mester lövész az. Hát ez nagyon kemény, te. Fölöttem a jármű. Hoppá, ide lőtt. Hívjuk ide a járművet, várja. Nem lehet? Innen nem lehet, úristen. Gyerekek, ez nagyon kemény, jó van, oké. Okay. Imádom. Szóval sem mondom, hogy nem jó. Gyere ide, barátom, gyere! Jó. Hívjuk ide a másik járművünket. Jó. Jó vagyok, oké, összeszedtük magunkat. Kicsit. Mennyire javítottad meg, csótány? Fullos, jó van. Induljunk. Induljunk, gyerekek, induljunk. Ezek föl vannak buffolva, mint az atomam. De Sanyi! Ezek mekkora köcsögök? Mare, mit csináltál? Gyerekek, ezek nagyon kemények, hallod? Do your thing. Megyek egy kört, azt hogy szétdorálnak mindent. Ezt kell csinálni, a rakétatornyokat kell ugye megoldani. Várjál. Szerintem távcsővel berézem őket. Don't stray. Gotta get in there. Jó. Úgy látom, két rakéta torony van, ugye? Adjunk neki. Le kell szednünk a tornyunkat. Most sikerült neki mennem a busznak. Jobb voltunk szerintem. A busznak nem kellett volna neki menni, akkor még jobb volna. Igen, itt a kempek már nem úgy működnek, mint eddig megszoktuk, hogy olyan könnyűek lennének. Jó, megpróbálom azt az egy rakétatornyot még leszedni gyorsan. Nem lesz egyszerű!
Jó, sikerült, jó. Még nincs több. Nem engedi leszedni azt, hogy úristen. De köcsög, itt valami másik bejárat lesz szerintem. Hát ezt letettük. Gyanús nekem, gyerekek. Nincs másik bejárat, jó. De akkor mégsem értem, hogy ezt hogy lehet megoldani. Várjátok, azt leszedem azt a tornyot onnan. Francba ide be kéne jutni valahogy. Jók vagyunk, csak nem elég jók. Nem tudom, hogy kell bejutni oda. Lehet, hogy föl kéne robbantani, megpróbáljuk felrobbantani ilyen lángyával. Megpróbálom azzal átváltatni arra. Aha. Egy meg volt, de még van ott egy, hátul. Te ez... tankold már be azt a lángyát. Nem ment addig el, jó, és egy van. Egy sincs. Várjál, itt oldalt be lehet jutni, nem? Van ott egy köcsög gyerekek, gyújtjuk gyorsan! Ez az, nagyon király voltunk. Jajjaj! Robbantani a gardam nem volt jó ötlet. Vaj, de jó ötlet volt! Jó ötlet volt! Ő pörögnek ám a kezek! Mi az a zene, hülye vagy? Az igen. Jézus Isten! Jó, Ibori! Ne, mi volt ez? Ne már, valaki... rohadt rakétával... Aj, vannak már ilyenek is, basszus, hogy ilyet használnak, ez nagyon köcsökség, na. Gyertek, bazmi. Marhának kell figyelni, hogy rakétás nem jön. Akkor vége van a bulinak. Jaj, ne koncentrálok mind az atom. Ott a rakétás, ott a rakétás. Rámegyünk arra, hallod?
Nagyon fontos. Azt a... Gyerekek, eddig nem volt zene. Még jött a rakétás csalva, mi? Van itt még egy. Hol van? Az, hogy valaki rakétával dobál. Hogy van? Bazze, nagyon jó! Nagyon nehéz, nagyon jó. Esküszöm, gyerekek, ez a játék egyre durvábban jó. Azt a begyár, hallod, azt se tudom, hol vagyok, de nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Mit csinált? Ne szórakozzatok! Bazen, védekeztem. Ez nagyon epikus. Ez... Le a kalappal esküszöm. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rezeg a léc most. Nem tudom, hogy van ez a zene. Úristen, úristen. Megütnek, megütnek, meghalok, bazd, meghalok. Esküszöm, meg fogok halni. Meg fogok halni. Nem bírom, nem bírom, nem bírom, nem bírom a stresszt. Nem bírom a stresszt. Stresszös vagyok, gyerekek, stresszös. Nem hiszem, hogy még jönnek, hallod. Á, nem jó ez a lövés, mert kaptam én is. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nagyon baj van gyerek. Húzzunk ki innen, hallod, vagy valami, nem? Talán nem tudnak kijönni, vagy nem tudom, valamit kell okoznom magammal. Mit fog dögleni, hallod? Ez olyan brutális. Nincs kajám, hallod, nincs piám, vagy nem tudom, valahogy szedjük össze magunkat, úristen. Visszajövök, hallod, nem tudom, hogy van ez. Nehéz! Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Nagyon túlván nehéz. Nem baj, egyáltalán nem baj, de tényleg az. Szerintem itt nincs víz, nincs. Jó, nagyon jó ez a játék. Borzalmasan nagy a kihívás. Kell pontokat elosztanom, mert ez nem fog menni. Nagyon nem lesz nekem jó. Ajaj. Jaj, hogy ez egy kemp? Sziányzott. Azt hittem csak egy torony van, ahol lekapom. Proudly, but
Hülye vagy? Kurva ég! Azt... Nincs egy gyerekek fejbe romnak kőbe! Ja, nincsen! Hát mi volt ez? Láttátok? Fejbe romott kőbe gyerek! Ekkora egy izét szart! Bám, hallod! Fogja a csávó, azt ledob a kőjjel! A Max-et! A Maximilian-t! Hogy lehet ez? Tehát elnézem, mindegy, kiszédvelek 80 embert. Nevelek 80 embert, érted, ez mi van? Gyerekek, ez csúnya dolog volt, most nem adél. Ez roppant csúnya volt. Á, te fiú, hát ez nem volt jó. Visszamegyek, leverem őket, mint a pokaporrat. De ez most köcsökség volt. Hoppa. Bárki bármit mond. Ez nem volt szép. Nagyon jó felem jövök. Ott is egy torony el, figyelj rá. Ezt is le kéne verni akkor már nem. Hol lehet megakasztani? Tök jó, hogy gumínyi hang is van. Eddig nem volt ugye. Másik terület. Ott kell fel átugratni. Na, ilyenek mondjuk, most megmondom őszintén. Jó, kellenek, de kicsit megőrítenek, hogy ott tudsz átugratni az hozéba. És ez nem is megy át. Ó, annyi! Ez megint már tudjátok mi, kapkodás. Á, hogy inkább löve a konyort, nem megyek el rendesen. Ez nem ilyen szívás, nem állj. Újra tábla. Nem, mert egyáltalán átmegy. Hát. Majdnem izé volt. Igen, és ez 6-os harpunk kell, tehát ezt... Ezt ilyen kell orroldom. De várja! Lehet, hogy elég sok scrapet ad, megnézem, jó? Ha már egyszerű. Ne felnét ilyen 5 scrap hallod. Ezért nem szoktam összeszedni őket. Kicsit lejöttem az útra, ról. Na. Menjünk akkor. Csináljuk meg ezt az egy helyet, mert ez már borzalom, hogy ez nem sikerült. Nem tudom, jó helyre megyek. Meg olajpumpa volt, ugye? Pump. Pompa. Székelyvegánként. Olajpumpa. Pompa. Faszt, gyerekek, a faszt. Ráadásul nem is ez volt. Gondolom csak ez lehetett. Elment a hangja a kocsinak. Ide csettintettek. Légvonal. Légvonalban megyünk gyerekek, nem tökölök. Ilyen random hullák miért vannak erre-arra? Elment a motorhang. Néha csinál ilyet egyébként. Ja, itt van, jól van, megjöttünk. Na, jó kezdeni halált. Egyébként bünted valamivel a játék, hogyha meghaltam, vagy csak visszarak arra pontra? Azt nem tudom. Jó, defense írja, de hát tök mindegy.
Bemegyek, aztán leverem őket, mint vakapoharat. Remélem nem spawnolnak újra, ilyenkor újra. Nagyon remélem, gyerekek, nagyon remélem. Viszont kéne figyelni, mert ha sokan jönnek, megint ugyanaz lesz. Esküszöm, nyomtam a jobb gombot. Most van nem dumálok, de annyira figyelek. Ezt te nem hiszed. Jó, bevetek ilyet is. Legalább ritkítsuk őket, vagy valami legyen, nem? Olyan köcsög módon támadnak, hogy... Mindig akkor, amikor az egyik támad... Akkor támad az összes. Nagyon figyelek. Te gyerekek, maradjatok már, hogy bejöttök egyszerre, mind a ketten. Egy szloton álltok aztán. És köszönöm gyerekek, ez nagyon, ez most stresszes. Ez most marha stresszes. Nem hiszem, hogy megint jönnek, hallod? Ez nagyon durva, ez nagyon epikus. Egyszer ütöttük és ütött előtt. Baj lesz itt gyerekek, komolyan sírok, eddig nem sírtam egyszer se egy verekedés alatt. De itt most már kezd besokolni. Igen. Koncentrálok, bocs. Ez nagyon bírja. Gyere! Az a keretnek együtt is. Azt a betyár, istenit ennek az egésznek, hallod? Hát ez komolyan mondom, szívrólam közeli állapot. Azt hittem már meg nem lesz. Hányan jöttek itt, hallod? Százan vagy mi van ma? Ez iszonyatos. És még vannak? Nincs több. Remélem nincs több, mert az már sokkal lanám. Jó, hogy ez egy helyben volt az összes. Jó. Ez nagyon durva volt. How a bind. Kösz. Kösz. 0%-osra lett, meg abszolút nem érdekel. Az a lényeg, hallod, hogy megvan, mert ma... Ez ma szörnyű volt ez. Ez most nagyon szörnyű volt. Hoppa, majdnem levitt a fúró, hallod. Mi van ott fenn? Sima scrap, fenn sem megyek. Á, nagyon. Ez nagyon durva volt. Mennyi scrapünk van? Szerintem iszonyatosan sok. 3000. Jó.
Egy darab scrap volt abba a táskába, hogy rohagy meg. Ez nagyon durva volt. Ez senkinek nem kívánom komolyan, ami itt lezajlott. Meg azt akarom csinálni, hogy a maradékot össze kéne kapni, hogy meg akarom csinálni már a maradékot. Össze kéne kapni aprólékokból. Tudod, hogy mondom. Mesterlövész, sok ilyesmit van. Ezek ilyenekből gyors összekapom. Hol a mistőrlövész? Nem álljon valaki hülye. Ja, hülye, figyeld. Ilyen, itt, ma itt az van, hogy ilyen helyeken is ilyen mesterlövészek vannak. Meg a kempeket is egy csomó mesterlövész déli. Na itt egy mesterlövész. Okay. Jöhet a következő ilyen közeli dolog. Még 2-3 ilyen és akkor megvan. És akkor ugye megvehetem azt a kifufogót. És akkor tudok azon a versenyen indulni. Itt van, ott van. Jó, ezt még engedi. Egyszerű. Következő. Arra még nem térképeztem fel. De igazából el is mehetnék arra, megnézhetném ott azt, ugye? És akkor hát, ha fiatal. Ott is egy például előttem, ugye hiába nem térképeztem fel, de azért látom őket, nem vagyok. Csak a kövi részben már meg tudnánk talán a fél 8-at szörözni. Oké, okay, királyok vagyunk. Jönnek a köcsögök, elkerüljük őket. Ott meg megint ott egy kemp. Az már komoly kemp megint. Csak úgy villognak a cuccok rajt. Észre is vettek. Egyik mesterlövész vett észre, csak jobban mondva. Ez valami alagút. Ugye vannak ilyen föld alatti kempek is, nem csak ilyen föld felettiek. Ott is egy mesterlövész. Mondom, hogy ű, bazza. Nem érzik, jobban lőnek újabban, vagy gyorsabban? Ott van fönt a fölüljárón is egy. És azzal meg is vagyok. Azzal megvan a háromra levittel. És meg tudjuk építeni ezt a verdát. Remélem minden elérem. Á, hát ez nem, ezt nem tudom. Csak úgy tudom kiütni, ugye? Megnézzük a másik oldaláról, vagy nincs valami még közelben, nem láttok? Nézhetjük másik oldalról. Megszívottnak itt a végén, mi? Ez valahogy úgy kell felugratni, oda vagy valami. Nem tudsz megint valami kemp. Ha ott az ugrató. És ott megint egy kemp. Az igen? Ezt így kellett megcsinálni, lol. Szerintem meg vagyunk. Ez az gyerekek, kész. Jó van. Be lehet alakítani akkor hozzá a verdát, ami nekünk kell. Meg is csinálom gyorsan. Örülök neki, hogy meg lett. Tudom, hogy egy kicsit sokáig tartott, bocsi. Figyeld. Utolsó előtti. Top speed, hallod? Majdnem padló. És
akkor speed démonok leszünk. Van új nitro is, azt is elértem, 6-szal de megvehetném. Ha, az se egy utolsó szempont. Meg is veszem 6-szal azért. Kicsit költsünk a gépre. Legjobb nitro megvan, az már egy hasznos dolog. Ja, és kész van, speed demon megépült. Na nézzük, próbáljuk ki, ez majdnem full gyorsaságon van. Na teszteljük. Hát... Mondjuk menj mind a pusztulat. Húúú, hallod? Kipufogó? Figyeld! De ez nem is csak a kipufogónál lángol, vagy mit csinál ez? Gyere! Hát ez ugyanez a kaszni, meg ugyanez a felállás, egy V8-assal. Azért adná. Jó, oké, gyerekek, következő részben akkor tudjuk csinálni a D-Trant a V8-as, és akkor ugye talán a V8-as ezzel a géppel. És akkor talán a V8-asra rá tudunk menni. Ugye még csak 6 kipufogunk van, mert V6-unk van. Na, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Haladtunk megint, elég sokat. És vallak benneteket a következő részben. Csaaaaa!